Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik június 14-én. Ez a maja naptárból van, és ez azt jelenti, hogy a mi földünk a plejádok fele mutat, a plejádokkal áll kapcsolatban. A plejádok azok az Atlasz Istennek a lányai, hét lány, és a királynőt Alkionénak hívják. Alkioné annyit jelent lefordítva, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett. Ez a kapcsolat a földünk és a plejádok között, ez egy energiamező, ami nagyon finom energiát mutat. És mivel ez a maja kalendáriumból jön, ezért ezt mutatom nektek. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Mi most a harmadik hullámban vagyunk, az tart június 21-ig. Ez alatt a hullám felett Manik uralkodik. Manik lefordítva kezet jelent, és mutatja, hogy ez alatt az idő alatt mennyire fontos, hogy kézbe vegyük a dolgokat. A mai napon, tehát június 14-én, amikor ez az égi kapu kinyílik a plejádok felé, ezen a napon Kábán veszi át az uralmat ebben a harmadik hullámban. Kábán annyit jelent lefordítva, hogy föld, a mi bolygónk, a mi földünk. Természetesen nem csak a bolygót jelenti, hanem a természetet is, az életet itt a földön. Kábán nem csak a földet jelenti, hanem azt is, hogy Weihrauch, ez a füstölő. És mit közöl velünk ezen a napon, amikor érezzük ezt a finom energia mezőt? Először is mutatja azt, hogy mi kapcsolatban állunk az isteni erőkkel. Azon kívül érezzük a föld erejét is, mert a föld is lélegzik. A földünknek is van egy belégzése, vagy egy kilégzése, de a mai napon nem csak az fontos, hogy ezt az isteni erőt érezzük, és a földünknek a kisugárzó erejét és lélegzését, hanem hogy befele tekintsünk a lelkünkbe, és érezzük a belső erőnket, de érezzük ezt az isteni erőt is. Azon kívül fontos, hogy figyelembe vegyük a mi bolygónkat, hogy mennyire fontos, mert itt élünk, tiszteljük és becsüljük. Ez a földi energia, és ez az égi energia, ami most kapcsolatban áll, segít nekünk abban, hogyha mi valamit tervezünk, vagy vannak vágyaink, hogy azt mi most megvalósítsuk. Ez a mai energia, ez a Kábán energia segít abban, hogy egy új irányba mozogjanak az események, egy jobbulás legyen minden területen, és hogy legyenek lehetőségeink, meg tudjuk azt valósítani, amit szeretnénk. A Kábán energia kihat a mi szív ügyeinkre is. Ez nem csak a szerelem vagy a párkapcsolat, amit a szív jelent, hanem én mindig úgy szoktam mondani, ez egy olyan, mint egy kincses láda, amit mi kinyitunk, és minden ott van, amit mi szeretünk. Az lehet a család, a természet, a hivatás,
a művészetek, és természetesen a párkapcsolat. Tehát nyissuk ki a szívünket, nézzünk bele, hogy mit kedvelünk. És legyen ez a célunk, mert most megvan a lehetőség arra, hogy ezt mi most átéljük. A mai napon, ezen a napon, amikor kinyílik ez az égi kapu, tarthattok egy szertartást is gyertyával, meg füstölővel. És ez volt a bepillantás a Maja kalendáriumba. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!